Magányos munkás funkciót használhatjuk az ébrenlét ellenőrzésére, elalvás elkerülésére, veszélyes munkafolyamatoknál, ahol rosszul lét vagy baleset nem kizárható, kifejezetten előnyös. Főleg olyan munkaterületeken, ahol csak megadott ideig tartózkodhat a felhasználó, de a rádió kezelőjét esetlegesen támadás esetén is tudjuk figyelni. De nézzük meg pontosan, hogy is működik ez a funkció. Az E-Chat Dispatcher rendszerben a felhasználókat magányos munkás funkcióval is tudjuk figyelni és figyelmeztetni. Ezt a funkciót minden egyes felhasználónál a jobb egérgomb való rákattintással, majd a magányos munkás fül bekapcsolásával tudjuk elindítani. Viszont ezt a funkciót paraméterezni is tudjuk, Bemegyünk a beállításokba, ott pedig a magányos munkás fülön az aktiválási időt, hogy az elindítás után hány perccel aktiválódjon be minden egyes alkalommal ez a funkció, és mennyi ideig tartson maga a riasztás. Az aktiválási idő perc, a figyelmeztetés pedig másodperc. Én most 5 percre állítottam be a riasztási időt, vagyis 5 percenként fog jelezni a rádió a felhasználónak, és meg kell nyomnia majd a PTT gombot a visszajelzéshez. És 10 másodpercig fog szólni a riasztás. Ezt hogy tudjuk bekapcsolni? Mentsük el a beállításokat, menjünk vissza a felhasználó felülethez a csoportba, kattintsunk jobb egér a felhasználónkra, akinél beszeretnénk kapcsolni a magányos munkás funkciót, és nyomjuk be. A rádió be is mondta, hogy bekapcsolódott a Long Worker funkció, és most 5 perc elteltével pedig meg fog szólalni majd a rádiónk. Megnyomtuk a PTT gombot, visszajelztünk, semmi probléma, a felhasználó dolgozik és figyel az eszközre és önmagára is esetlegesen. De mi történik akkor, hogyha nem jelez vissza a felhasználó, és nem fogja megnyomni a PTT gombot, mert esetlegesen lerakta a rádiót, vagy valamilyen probléma érte. Tehát nem fogjuk megnyomni a gombot. Bejött a riasztásunk. És elfogadás hívással szeretnénk beszélni a felhasználóval. Ebbe az esetbe megszólalt a rádió. És most ezt le is kapcsoltam, mert visszhangoztunk volna. Vagyis a felhasználónak nem kellett a készülékhez érnie, mert nem tudott hozzáérni, nem tudott visszajelezni a rendszer felé, viszont mi a riasztást elfogadtuk, és hívással fogadtuk el, ilyenkor automatikusan felveszi a rádió a hívást, és megszólal a rádió, tudjuk Tudunk szólni a felhasználóhoz, és tudjuk értesíteni, hogy ö, miért nem jelzett vissza. Remélhetőleg vissza is fog szólni a felhasználónk ennek a riasztásnak a bekapcsolására. Ennyi volt a magányos munkás funkció bemutatása. Én egy Robi voltam, ez pedig egy eChat Dispatcher funkció bemutató volt. Sziasztok!